Köszöntöm a vendégemet a stúdióban, Gyurica Pétert, életmódtanácsadót, és hát tulajdonképpen életmódtanácsadás másképpen, ugye ez a te veszőparipád, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm, és hát üdvözlöm a nézőket. Péter, Like Method, mi is ez tulajdonképpen, vagy mit akar? A Like Method egy Svájcból induló olyan kurzus, ami ellátogatott ide Magyarországra is. László Anna, svájci látónő tartja ezeket a kurzusokat. Egy szisztéma, gyakorlatilag egy kezelési szisztéma, egy terápia, amit elhozott ide Magyarországra is. Nagyon sok országban már működik ez a rendszer, tehát ő jár több országba egészen Amerikáig, és ismerteti meg ennek a lényegét, és elhozta ide hozzánk Magyarországra, hogy mi is megismerjük ezt. A Like Method igazán azzal foglalkozik, hogy érzeteket keresünk, olyan érzeteket, amelyek be vannak zárva valahol valamiért. Mindennek van valami oka, el van zárva, ezt meg kell találni, meg kell nézni, hogy ezek az érzetek igazán micsodák, és ezek az érzetek, ha feljönnek, akkor gyakorlatilag ki lehet ezt vezetni, és túl lehet lenni akár ilyen traumák okozta érzeteken is. Ezek az érzetek tulajdonképpen lehetnek blokkok is, vagy egy magzati korba, vagy talán akár még előző életből hozott érzetek, amik ugye manifesztálódnak, és ez előjön a mostani életbe? Igen, tulajdonképpen ugye, tehát az érzetek és az érzékelést ugye azt nem szabad összekeverni, tehát ugye az érzékelés, amikor tapintással bármilyen érzékelek valamit. Ezek az érzetek, amiket mi keresünk, és ami nekünk blokkokat okozhat, ezek az érzetek, ezek sejtszinten egyszerűen bennünk vannak, valamikor megtörténik bennünk, akár a magzati korba, tehát ahogy említetted, tehát a születés pillanatába, vagy magzati korba, vagy kisgyermekkorba érnek minket érzetek, és ezek tárolódnak. Tehát egyszerűen a vegetatív idegrendszerünk, tehát a tudatalattink, az képes tárolni, és egy életen át tulajdonképpen visszük magunkkal. Most az, hogy egy érzet, ami magzati korba történt velünk, tehát kaptunk egy érzetet, arra nyilván nem emlékszünk. Viszont attól az még ott van, és hiába történik ugye sejtcsere az életünk folyamán, ugye 7 naponta, 7 évente meg, tehát mindenféle ciklusban, egyszerűen ezek mindig mennek tovább. Tehát ezek az érzetek mindig bennünk lesznek, csak nem tudunk róla, mert nem tudjuk egy képpel összepárosítani, tehát nem tudjuk valamihez azonosítani. Ezért nehéz megtalálni. De blokkokat okozhat, egyszerűen az egész testünknek az energiaellátását akadályozhatják, illetve az is történhet, hogy bizonyos szituációkban valami bekapcsol bennünk, és nem tudjuk, hogy az miért van. Valamiért van ez, amikor leblokkolunk. Gátol. Például. Aha. Gátol egyszerűen a kiteljesedésünkbe, és ennek a legszélsőségesebb esetei figyelhetők meg, egészen a testi tünetekig, tehát amikor már mondjuk betegség formájában valami megjelenik. De ilyen például az örökletes betegség is, tehát az is egy sejtinformáció, tehát ami tovább megy, valahonnan kaptuk és visszük tovább. Ezt úgy is el lehet képzelni akkor szerintem, hogy a sejt egy raktár, mondjuk egy magtár, amiben több mázsa mag bekerül, és akkor meg kell találni ennek a magtárnak a kulcsát, ugye, mert én úgy gondolom, hogy mindig csak egy ajtót lehet kinyitni, és akkor abból kihozzuk a magot. Lehet, hogy ez így működik valahogy? Ezt Igen. tanítják a kurzuson? Igen, ez így működik. Tehát mindig egy ajtót tudok kinyitni, nyilván ott valamit megnézek. Azt tudni kell, hogy erre a kurzusra például nem csak terapeuták járnak, és nem csak terapeuták tanulnak. Tehát nyilván a valamiféle alapismerettel érdemes rendelkezni, hogyha mondjuk valaki hatékonyan akar haladni ezen az úton, tehát a Like Methodnak a tanulásába, de nem feltétlenül szükséges. Tehát nálunk egy kurzus, amikor elkezdődött, akkor olyanok is voltak a csoportban, illetve vannak még a mai napig, akik például nem akarnak kezelni, nem akarnak paciensekkel foglalkozni, hanem a saját történetüket, a saját életüket szeretnék jobbá tenni. És
úgy gondolták, amikor elolvasták a Like Method-nak ugye néhány mondatos ismertetőjét, hogy ez lehet talán pont a kulcs az ő életükhöz, hogyha ezeket az érzeteket meg tudják nézni egy ilyen tematikával. Egy ilyen kurzus hány napig tart, és milyen részletesen történnek meg ezek a úgymond idézőjelben kulcsoknak az átadása, vagyis hát felnyitása annak az ajtónak, ahol be kell menni és meg kell nézni, hogy mi az az érzet, ami nagyon régóta ott van. 5 napos általában egy kurzus, illetve hát nem általában, hanem ugye 5 napos. Az 5 nap alatt, hogyha mondjuk most az első modult vegyük, tehát amikor legelőször találkozunk László Annával, akkor az első az ugye az ismerkedés. Tehát ott vagyunk akkor 10-15-en, hát ahányan éppen jelentkeznek egy kurzusra, megismerkedünk egymással. Tulajdonképpen úgy ismerjük meg egymást, hogy mindenki elmond az élet történetéből, tehát a nagy egészből elmond valamit. Utána bizonyos meditációs gyakorlatok vannak. Ez mind azért az Anna vezetésével történik. Tehát azt azért itt tudni kell, hogy egy olyan személyiség, egy olyan vezető, mint László Anna, ő tud olyan energiát állítani gyakorlatilag körénk és abba az egész szobába, ahol azért nagyon érdekes dolgok történnek. Ott egy meditáció az egy ilyen nagyon-nagyon mély érzéseket is képes felhozni. Abban a meditációban ott találkozunk akkor először, tehát aki még addig mondjuk nem meditált, az először találkozik azzal, hogy vannak ott bent valami érzetek, amik valami furcsa módon most jönnek föl. Általában először ilyen képek formájában, tehát hogy képeket látunk. És aztán a kurzus alatt minden nap kapunk valamit Annától, amit mindig meg tudunk vizsgálni. De általában a legfontosabb, hogy saját magunkba vizsgálódunk. Nem kifelé vizsgálódunk, nem egymást vizsgáljuk, hanem mindig saját magunkat. Hogy velünk éppen ott akkor mi történik, amikor mondjuk meditálunk, vagy amikor egy témát felhoz. Legyen az, beszélhetünk az életről, a születésről, a halálról, elengedésről, fájdalmakról. Kiben mi történik? Mindenki a saját érzetével foglalkozik, nem a másikéval, de természetesen halljuk egymás történetét. És így szépen az 5 nap alatt eljutunk oda, hogy valamit elkezdünk kapizsgálni ebből az egészből, hogy hát tulajdonképpen minden ott van bennünk, ahogy mondtad, hogy el van raktározva, hát azt meg kéne találni. És a későbbi kurzusok adnak lehetőséget arra, hogy ezen az úton menjünk tovább, és majd aztán később ugye kezelni is tudjunk ugyanezzel a módszerrel. Tehát ahogy én saját magamat meg tudom nézni, ugyanúgy majd tudok segíteni másoknak is. Azt mondod, hogy ugye mélyről följövő dolgok történnek a meditáció alatt. Mit jelentettek ezek számodra, ezek a tapasztalások, ezek a megérzések, ami veled történt? Hát én már előbb találkoztam a meditációval, mint ahogy ugye ezt a kurzust elkezdtem, de talán a pránanadi meditációknál volt már az érzés, amikor azt mondtam, hogy hú, ez milyen fárasztó. Tehát, hogy a meditáció az gyakorlatilag nem egy merengés, hanem a meditáció az igenis egy tényleges befelé fordulás, a benti dolgaimnak a megnézése. Van, aki azt mondja, hogy a meditációban egy csend állapotot kell elérni, van, aki azt mondja, hogy gondolatlanságot kell elérni, van, aki azt mondja, hogy a meditációban találkozom majd egy történettel, amivel dolgom van. Az Anna mindig csak azt mondja, hogy nézd meg, ami ott veled történik. Tehát valami történik, tehát fogadd el azt, ami történik. Nyilván nem kalandozhatsz el, tehát az, hogy te busszal érkeztél a meditációra, nyilván egy meditáció alatt nem célszerű mondjuk sokáig engedni magadba azt az érzést, hogy te a buszon ülsz és utazol, bár lehet, hogy ezzel is van valami dolgod, de nyilván ez lehetséges az, hogy a pillanatnyilag még nem vagy a helyzetben, nem érkeztél meg a jelenbe,
nem vagy még benne a meditációban, még engeded ezeket a képeket. De hát erre van ugye a meditáció, az úgy kezdődik, hogy azért van egy légző gyakorlat, amikor ugye az órunkon beszívjuk a levegőt, leengedjük egészen mélyre, tehát egészen ugye az alhasunkig, ott megfordítjuk a levegőt, és utána fújjuk ki a szánkon. És hogyha ezt elkezded figyelni, ennek a levegőnek a mozgását, akkor gyakorlatilag a külvilágot egyre jobban ki tudod zárni, és egyre közelebb kerülsz önmagadhoz. Tehát itt ugye a meditációban ez egy nagyon fontos rész. Mi a különbség a baráti beszélgetés és egy kezelés között, vagy egy ilyen tanfolyam között? Hát az egyik legérdekesebb, hogy hát én levélbe is szoktam válaszolni problémákra. Van, aki nem tud eljönni hozzám kezelésre. Lehet ennek különböző oka, és hogyha már megkeres engem levélbe, akkor igyekszem, hát nekem is véges az időm, de azért igyekszem válaszolni. És ott látom azt, hogyha én, mint terapeuta válaszolok egy kérdésre, akkor nem mindig pozitív a visszajelzés. Mert ott még van valami dolga az illetőnek, és azt a dolgot ő nem akarja még elvégezni. Ezért elmegy inkább a barátjához, vagy a barátnőjéhez, ott elmondja, aki együtt sír vele. Tehát aki egyszerűen azt mondja, hogy persze, hát ez a Lajos, ez mégiscsak ez egy disznó ember. Hát ő ezt várja. Én meg nem biztos, hogy ezt fogom neki mondani. Én azt fogom mondani, hogy nézd meg, hogy te milyen vagy, és te mit csináltál. Mi a te dolgod? Mi történt veled ennyi idő alatt? Hol hoztad azt a döntést, és miért hoztad azt a döntést, hogy mondjuk Lajossal léptél házasságra? Tehát ennek nyilván volt valami előzménye, volt valami esemény, vagy valaminek a kapcsán találkoztatok, és gyakorlatilag ez egy folyamat, amiben most megérkeztél. Elmegy a barátjához, akkor gyakorlatilag nincs az a fajta feszültsége, hogy itt ezt neki meg kell oldani, neki bőven elég az, hogy elsírja magát. És ez egy nagyon nagy tévedés, hogy azt hiszik az emberek, hogy ha már kimondom, akkor már meg is oldottam. Nem. Pont a like metód világít rá arra, hogy még az sem elég, ha felhozom az érzést. Felhozom az érzést, és azt ott hagyom, akkor nem csináltam semmit. Akkor csináltam valamit, ha azon átvezettem, kivezettem belőle. Lehet-e a te utad jó másnak, vagy szoktad-e javasolni, hogy ezt kell csinálni, mert ez nekem jó? Érdekes, hogy ha valaki nagyon mélyen szeretne foglalkozni a spiritualitással, tehát hogy már van benne valami igény nagyon régóta, hogy ezzel foglalkozna, de még nem találta az odavezető utat, és olvasgat össze-vissza sok mindent. Akkor azt szoktam mondani, hogy érdemes valamilyen kurzus mindenféleképpen érdemes elkezdeni, amiben ő akkor jelen pillanatban hisz. Nem baj, ha az nem vezet sehova. Egyszerűen hagyja meg a saját hitét, hogy ő azt kipróbálja. Most ez lehet egy családállítás, amire mondjuk elmegy valaki. Lehet a pránanadi, amire elmegy valaki, egy reiki. Egy meditációra eljár rendszeresen. Eljárhat egy templomba is. Tehát, hogyha ő ott talál nyugalmat, és ő ott tud beszélni a saját belsőjével, akkor lehet ez egy templom is egy tökéletes hely erre. Lényeg az, hogy kezdjen elindulni. Tehát ne ábrándozzunk arról, hogy engem érdekel a spiritualitás, össze-vissza olvasgatok, és akkor azt mondom, hogy de hát én ezt még mindig nem értem. Akkor keressünk segítséget. Tehát ilyen tekintetben én mindig azt szoktam javasolni, hogy igen, hát keresd meg azt, aki neked tud segíteni. Gyere el hozzám, én is tudok neked segíteni. De az én életem, az nem a te életed. És a te életed, az nem az én életem. Nem lehet ugyanazzal a kulccsal minden ajtót kinyitni. És ezért nem lehet egyszerre 50 embert úgy önismereti tréninget, vagy motivációs tréninget tartani, hogy az az 50 emberből mindenki ugyanazt értse meg. Nem fogják. Mindenki mást fog érteni, pedig mindenki számára ugyanazok a mondatok hangzanak el. Hát igen, elég jó példa, ugye a Szekret című könyv mennyi példányszámba elkelt, és a világon hányan olvasták. Ki tudta megcsinálni szerinted? Hát igen, én csak satszom, hogy szerintem egy milliárdan biztos hozzáfértek, ha más nem az interneten keresztül, de lehet, hogy kicsi számot mondtam ezzel, nem tudom, de nagyon sokan.
És ugye pont a Secret az a mű, amire annyian és annyian tudnak hivatkozni, de nem tudják csinálni. Tehát én találkozom valakivel, és azt mondom, hogy én pozitív tréningekkel foglalkozom, és kapásból rávágja, hogy ó, ismerem, tudom, mi az. Oké, tudja, mi az, de hát végül is, hogyha most itt 1 milliárdról beszélünk, annak az 1%-a körülbelül, aki talán megcsinálta, akkor az nagyon elenyésző szám. A Like Method meg azt mondja, ha jól veszem ki a szavaidból, hogy hát ismerd meg önmagad, és a saját utadat találd meg, és járjál rajta, mert akkor boldog lehetsz. Jól gondolom? Így van. A Secret az is csak egy szisztéma. Egy olyan szisztéma, ami a pozitív gondolkodáshoz segít. Megértesz belőle elemeket, és elkezdett használni. Elkezdett használni, az életed jobbra fog fordulni. De az nem jelenti azt, hogy te a blokkeidtól meg fogsz szabadulni. Nem jelenti azt, hogy te sejtszinten fogod megoldani azt a problémát, ami ott ül benned, és nem tud kimenni. Tehát ezek az érzetek, amik ott mélyen be vannak zárva, ezeknek valahogy fel kell jönni. Ha én ezt mindig becsukogatom, és mindig kikerülöm, azzal nem oldottam azt meg. Lehet, hogy közben én elolvasok egy ilyen sikerkönyvet, és elkezdem azt a szisztémát gyakorolni, és még az is lehet, hogy sikereim lesznek benne. De abban a pillanatban, amikor kizökkenek a tengelyemből valamiért, akkor újból be fog kapcsolni az a régi érzet, ami engem blokkol és gátol. Tehát azért én már 4-5 éve elég intenzíven foglalkoztam vele, amikor a mostani mesteremet, Pongo Juditot megismertem, és a Judittal, hát ez nem titok, hát azért 6 éve dolgozunk én rajtam. Tehát azért úgy, hogy mindenki azt mondja, hogy hát Péter, neked aztán már mi bajod van? Én 6 éve képes vagyok magamon dolgozni, mert van egy célom, tudom, hogy mit szeretnék elérni. Nem azért, mert olyan sok blokkom van, de vannak blokkjaim nekem is, amiket én meg akartam oldani, de nem rohantam vele. Nem az a lényeg, hogy én egy hét alatt az összes blokkomat megtaláljam. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy egy hétig bőgök, mert annyi fájdalmat végigélek, és akkor utána majd már nincs semmi. Nem, mindig csak éppen meg tudsz valamit nyitni. Megnyitod, fölhozod, átvezet rajta, majd utána megértetted és elengedted ezt az egészet, akkor tudtad le a blokkodat, akkor az már soha többet nincs. Egy nagyon olyan példát mondok, egy nagyon tényleg személyes példa, és nem is nagyon szoktam felhozni, de talán jobban szemlélteti. Van egy 6 éves kisfiam. A születésétől kezdve ugye én nagyon vártam őt. És volt egy nagyon furcsa érzetem, hogy állandóan szorítani akartam magamhoz. Egy borzasztó erős kötődés. De ez a kötődés, ez egy fájdalommal társult. És ebben az érdekes, hogy jó az a kötődés, jó az a szeretet, ami egy fájdalommal társul. Az nem jó. Hát ugye a fájdalom az nem jó. Mi lehet ez? És ha én ebbe így beletörődök, hogy nekem, én fájdalmasan szeretem a gyermekemet, akkor így élhetem az életemet, és soha nem akarom elengedni. Soha nem akarom elengedni, mindig félteni fogom. És reszketni fogok egész életembe, hogy mi van az én kisfiammal. De én ezt tudatosan, mert hát ugye azért mégiscsak terapeutaként... Most már elég régen dolgozol ezzel az ügyön, hogy megismerd magad. Ennyi rálátásom kell már saját magamra, hogy felismerve azt mondtam, hogy ez nem jó. És a Judittal megnéztük, hogy mi ez, és most független attól, hogy ezt egy előző életi utazásba találkoztunk ezzel az én igazi problémámmal, hogy ez honnan ered, de mégis az érzetet, azt már Like Method, tehát az érzet, ahogy feljött, és én átmentem rajta, ha láttál bőgő embert, hát én olyan voltam. Én 30 percen keresztül úgy sírtam, hogy nem tudtam abba hagyni. Az annyira fájt. És a Judit ült mellettem, és azt mondta, hogy nem baj, hadd jöjjön. Igen. Hadd jöjjön. Mert ott láttam meg az érzetekbe, amikor már nem képeket teszel mellé, hanem jön föl az igazi érzet, ami ott el van rakva, hogy valami történt valamikor, amitől nekem ez bekapcsolt. És ez a gyerekemnek ez a szorítása, ez jelenítette meg. Tehát lehet ezt mondani a fejednek, hogy ó, hát a gyerek úgyis fel fog nőni, ki fognak repülni a gyerekek, hát ez az élet rendje, ne törődjél vele, engedd szabadon.
Na de hát az még attól még fáj, mert az ott bekapcsol, az bekapcsol. És megtaláltuk az érzetet, felhoztuk, kibőgtem magam, de úgy, hogy én mikor már eljöttem a Judittól, én nem tudom, én mentem az autóba, nekem még ilyen fél óránként rám jött, és azt mondta Judit, azt mondja, hogy kár, hogy 6 évet vártunk rá. Tehát ugye ennek előbb hát igen, kellett volna. Tulajdonképp most magadról mondtál egy példát, amit ugye fölfoghatunk úgy is, hogy az előző életben történt valami, az a háznak az alapja, ugye, és arra építkeztél. Igen. Na most ugye ez most egy kicsit ott megdőlt, hogy lehet ezt az alapot megváltoztatni, hogy lehet egy új alapot teremteni az életünknek? Hát igen, ugye most még csak annyit utalnék vissza, hogy ugye ez egy előző élet, de ugye egy jelen életbe képzeld el azt, akit megerőszakolnak mondjuk, vagy kislány korában molesztálták. Vagy ha semmi más nem csináltak, csak az édesanyja mondjuk azt mondta, hogy kislányom, vigyázz a szüzességedre, mert minden fiú csak azt akarja. És utána, és a legrosszabb program, amit kaphat, és majd nem fognak szeretni. És ez egy nagyon nagy félelem. Nagyon nagy félelem. A szeretet, ez borzasztó. Így van, hogy nem fognak nagy szeretni. Érték, és az emberek ki vannak éhezve a szeretetre. És képzeld el, hogy utána jön egy párkapcsolat, és mondjuk nincs orgazmus. Vagy jön egy párkapcsolat, és nem tudom elfogadni azt a párkapcsolatot. És amíg ez nincs kivezetve, ez az érzés, addig ez mindig ott van. És most visszautalnék akkor a kérdésre csak közben. Hát igen, az alap, mert hogy hát arra vagyok kíváncsi, meg szerintem mindenki, hogy lehet egy új alapot építeni az életünkbe, mert ugye veled most történt valami, más alapokra helyezted a kisfiad és a te kapcsolatodat, amit úgy érzem, hogy ez most egy nagyon jó szituáció, nagyon jól vagy, és boldogok vagytok mind a ketten. Hát persze, mert a szeretet ugyanúgy megmarad, csak nincs vele fájdalom. Tehát pont azt vettük ki, ami nem jó. Így építünk új alapot. Tehát, tehát a saját hajamnál fogva nem tudom magam kiemelni a vízből. Tehát kell ugye a segítség. Ez megtörténik, ott van ugye az elengedés. Amikor átvitt a blokkon az elengedés, akkor tudok újból építkezni. De most, ahol nagyon sok blokk van, vagy blokkrendszer van, tehát hogy össze-vissza akadnak már a blokkok egymásba, sérülések, ott van egy félelem, az összeomlástól való félelem. Tehát nagyon sok emberben, hogy valamit elveszítek, hogy elveszítem a kontrollt, van egy félelem, de ha ezt meg tudod engedni magad, hogy ez a szétesés is megtörténjen, akkor tudsz építkezni. Tehát egy-egy nagyon alap dolgot muszáj megtalálni, és ki kell javítani, és utána, amikor elkezded építeni az épületet, akkor találkozol majd még újabb blokkokkal, tehát erre mondtam én a 6 évet, hogy hát ugye miért járok oda 6 évig? Azért, mert utána még mindig találok valamit. Lehet, hogy már nem olyan nagy blokk az, lehet, hogy már nem olyan fontos, mert attól még ugyanúgy tudok dolgozni, ugyanúgy meg tudom őrizni az egzisztenciámat, de azt mondom, hogy lehet, hogy nekem ott azzal még van valami dolgom, mert engem érdekel. De ha valaki csak odáig jut el, hogy mondjuk a gyerekkori blokkjainak egy részét megoldja, már összehasonlíthatatlan, hogy elkezd szárnyalni, mint a repülőgép, ugye behúzott fékekkel, hiába dübörögnek a turbinák, nem tud felszállni. Amikor kiengedik a féket, akkor a repülő szépen elemelkedik. 6 év tanulás után lehet, hogy már saját magad is valahogy hajadnál fogva ki tudnád húzni a vízből, vagy inkább te csak segíteni tudsz máson? Én azt gondolom, hogy tehát én most már úgy érzem, hogy abban a helyzetben, én egy nagyon stabil helyzetbe kerültem. Tehát emberekkel foglalkozom nap, mint nap, folyamatosan, tehát másokból is ugye tanulok. Tehát nyilván itt az én lélek jelenlétem, a tudásom, tehát mindennek nagy szerepe van abban, hogy én jól tudjak másokon segíteni, de ezt már akkor tudja az ember megtenni, ha saját magával rendben van. Tehát én rendben vagyok, ami nincs rendben magamban, azzal viszont tisztában vagyok, és vagy azt mondom, hogy én ezt elfogadom, én így szeretem magam, vagy azt mondom, hogy ezt nem fogadom el, én ezt még megnézném. És akkor én is segítséget kérek. Tehát nálunk ez azt gondolom, hogy akik most a Like Method csoportban vannak, ez egy olyan természetes igényé alakult ki, hogy ha valami van, akkor azt nézzük meg. Mert most nem beszélve mondjuk akár óradíjakról vagy valami, de hát gondoljunk bele, most elmegyek valahova 1,5 óra, ha azt a blokkot ott meg tudom oldani, tudok tovább menni. Vagy elmegyek 2-szer vagy 3-szor, de tudok tovább menni. De ha nem,
Jön a rossz közérzet, jönnek az egzisztenciális problémák, elveszíthetem az állásomat, jönnek a betegségek. Hát amikor már majd nem én irányítom a sorsomat, majd akkor akarok változtatni? Hát tegyem ezt meg teljes tudatomba, amikor ezt még meg tudom csinálni. Ezért tudom mindenkinek azt javasolni, hogy aki igényt érez magába, aki repülni szeretne, aki nem szeretne behúzott fékekkel állni a felszálló pályánál, az kezdjen el valamit, keresgéljen valamit. Van sok minden elérhető, mi is egy szeletet képviselünk ebből az egészből. Péter, elrepült az idő. Nagyon köszönöm, szerintem eléggé kimerítően átbeszéltük ezt a light metódot. Én lehet, hogy majd csatlakozom hozzátok, nem tudom mikor, mert az időm nagyon kevés, de tetszik. Nagyon tetszik a dolog, köszönöm. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, rövid szünet után folytatjuk, maradjanak velünk. Műsorunk főtámogatója a Harmonet.